A tavalyi évben rekordszámú autópálya matricát értékesített a Nemzeti Udíjfizetési Szolgáltató, számolt be róla Bartal Tamás, a társaság vezérigazgatója. Ami 2018-ban 315 milliárd forint volt az éves bevétel, ez 2019-ben 365 milliárd forintra nőtt, ami azt is jelenti egyben, hogy az állami költségvetés is ennyivel gyarapodott. Hamarosan lejárnak az előző évben érvényes matricák, így érdemes azokat minél gyorsabban megújítani. A 19-es matricák még január 31-ig igénybe vehetőek. 2,5 millió országos éves, illetve megyei matrica fog lejárni január 31-én. Ebből 2 millió még nem került megújításra, tehát körülbelül 500 000 adtunk el eddig ezekből az éves jogosultságokból. Ez ugye egy nagyon nagy szám, még nagyon sokan nem vették meg az új matricát. 2 hét van hátra, az utolsó nap, aki az utolsó napokra hagyja, vagy utolsó órákra hagyja ezt a lehetőséget, óriási tumultussal fog találkozni akár a benzinkutakon, akár az ügyfélszolgálatainkon, akár a különböző applikációkban, úgyhogy érdemes mihamarabb ezt megvásárolni. Ez az arány mondható el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről is. Bartal Tamás arról tájékoztatta televíziónkat, hogy a 2019-es évre 29 ezeren vásároltak éves megyei matricát, ám 2020-ra ezt eddig még mindössze 6 ezeren újították meg. Az árakat illetően erre az évre sem a megyei, sem az országos matricák esetében nem történt változás. Változik ugyanakkor az ellenőrzés módja. A Nemzeti Udíjfizetési Szolgáltató ugyanis tavasztól mozgójárművel is vizsgálódik az utakon. A tavalyi év az ellenőrzés éve volt, és nagyon sok változást bevezettünk. Ilyen volt például a menetközbeni ellenőrzés, ami azt jelenti, hogy az úti jogosultságot már nem csak a fix kamerákon ellenőrizzük, hanem a forgalomban járva külön járművekkel ellenőrizzük a jogosultságot. Ezt tavaly 2019-ben a fuvarozókra vezettük be, és ebben az évben 2020-ban ki fogjuk terjeszteni a személygépkocsikra is. Bartal Tamás hozzátette, a vásárlási szokások egyre tudatosabbak. Tavaly ugyanis közel 13%-kal növekedett a havi matrica vásárlása, de hasonló mértékben nőtt az éves bérlet népszerűsége is. Bár a legtöbben még mindig a benzinkutakon vásárolnak, az internetes és mobil applikációkon történő fizetés is egyre elterjedtebb.